A Pannonpresszó folytatásában Bokor Rékával, a Jó Világban énekesnőivel, frontemberével beszélgetek, mert hogy az Egy Kárpát-medence Fesztivál keretein belül olyan előadók dolgozták fel dalaikat, akik nagyon, hát nagyon köztiszteletre méltóak, és hát természetesen azért mindenkinek egy kicsit a példaképei közé sorolhatóak. Hát elsősorban itt a Kaukázus zenekarról, valamint Paja Beáról is szó van, de hát akkor szeretném, ha egy kicsit te mesélnéd el, hogy hogyan is nézett ki ez a történet, és milyen kapcsolatotok van a fesztivállal. Tavaly már alkalmunk volt fellépni rajta, vagy hát ugye a Covid miatt ez is csak online valósult meg, tehát felvételről lehetett megnézni a koncertet. Idén pedig megkeresett a hajó azzal, hogy hát van egy ilyen elképzelésük, hogy határon túli előadók dolgoznának fel magyarországi előadóktól dalokat és fordítva. Nekem mindig is tetszettek az ilyen együttműködésre sarkalló, kollegialitást erősítő kezdeményezések. Itt Felvidéken mi ezt próbáltuk elérni a Levegő című dalunkkal, ahol majd 10 énekes közreműködött, vagy az Otthonos című nótával, ami szintén ugyanilyen elv alapján készült. Mondtam, hogy hát mi nagyon örülnénk, igen, ha a dalainkat ajánlanák az egyes fellépőknek, és hát a Kaukázussal ott van egy régebbi baráti kapcsolatunk, többször fölléptek nálunk ők a Forma Fesztiválon, ami a Jó Világban úgymond házi fesztiválja itt Párkányban, és Gombaszögön is volt alkalmunk Kaukázus koncerteknek örülni, sőt, Janód a gyerekkoncertjét is elhozta. Úgyhogy ott az ismerettség egy kicsit régebbre nyúlik vissza. A gitárosukkal, Stevie-vel még egy The Lovelaces nevű úgynevezett pornózenekarban is együtt muzsikáltunk, ami ilyen kis hot sax és dalokat tartalmazó formáció volt. Úgyhogy Paja Beát viszont abszolút nem ismertük, és nagyon megtisztelő volt, hogy tőlünk is választott dalt. Nekem a népdalokból való kiindulás dalszerzőként mindig is valahogy ilyen alap volt, és nagyon nagy élmény volt Paja Bea hangján, Paja Bea lendületével meghallgatni ezt a Fecske című nótát. Ez is már egy régebbi dal, 7-8 éves, úgyhogy most egy új alakot öltött. Nagy élmény volt, én meghatódva álltam a színpad előtt, és nem is nagyon tudtam megmozdulni sem az áhítattól. És hogyan nézett ki, ők választották ki a dalokat, vagy ti gondoltátok meg, hogy most mi is az, ami jó állna, akár a zenekarnak, akár Paja Beának? Maguk választották ki. Jellemzően, ha mástól kell énekelni dalt, én is úgy választok, hogy ami a szívemhez nekem a legközelebb áll. Úgyhogy Janó is sokat hallgatgatta a dalokat. Vannak olyan dalok, amiknek több verziója is elérhető, például a Rosszul vagyok, amiből egy ilyen karantén verziót is csináltunk egy évvel ezelőtt. És hát ő 5 dalt is kiválasztott, sőt, még előfordult az a nagyon vicces eset is, hogy a legújabb dalunkat, az Új tájakat is kiválasztotta, tehát hamarabb játszotta ezt az új dalunkat a Kaukázus színpadon, mint mi. Úgyhogy ez, ez is rendkívül mókás volt. Paja Bea, mikor oda mentem a koncertre, a hajóra, akkor még nem tudtam, hogy mit fog énekelni, és sokat gondolkoztam, tippelgettem, mondom, hát valószínűleg megnézik a YouTube csatornánkat, megnézik, melyik a legnézettebb szám, az a Levegő, ami ugye a szülőföldön való maradásról szól, és mondom, hát biztos ezt fogják választani az Egy Kárpát-medence Fesztiválra, de nem így történt, és nagy meglepetésemre a Fecskét választotta. Egyébként meg is értem a választását, tehát ez abszolút beleillett a többi dal közé, és hát a Paja Beán túl essen szó Paja Bea csodálatos zenészeiről is, tehát fantasztikus volt ezt a dalt sípon, cimbalmon, nagybőgőn megszólaltatva hallgatni.
Igen, és nekem nagyon érdekes volt az is, hogy azért egy drum and bass-es vonal is ott volt a cimbalom mellett, és hogy teljesen beleillett Paja Beának a repertoáriába. Tehát, hogy számomra legalábbis külső hallgatónak nem volt egy olyan érzés, hogy na, és akkor most jön egy feldolgozás, és akkor ez egy teljesen más dolog, hanem teljesen a saját arcukra formálták. És a Kaukázus esetén mi volt? Ők mennyire formálták át a dalt? Ők is átformálták, Janó több helyen a szövegbe is belenyúlt, így biztosan jobban tetszett neki. Hát ők is újraértelmezték a dalokat, beszélgettem utána a fiúkkal, és mondták, hogy nagyon jól is esett nekik belebújni egy kicsit más valakiknek a gondolatiságába, lelki világába, és megtalálni benne azt, ami nekik is mond valami különlegeset, és hát ott voltak nagyon-nagyon szép szinti szólók, Stevie is megtalálta magát szerintem a gitáron, Janó pedig hát kedves, nagyon kedves, úgyhogy nagyon jól álltak a dalok neki, és ami még különös volt, hogy ők is ugye hívtak vendéget is erre a koncertre, és egy citerás zenésszel egészültek ki, és hallgatva a dalainkat így citerás erősítéssel, Máté a gitárosunk, aki mellettem állt a koncerten, rögtön mondta, hogy na jó, most már akkor citerát is szeretnék a negyedik lemez dalaiba, úgyhogy igen. Akkor eldőlt. Igen, hát ugye most dolgozunk a negyedik lemezünkön, július elején jelenik meg, és életünkben először rögzítettünk vonósokat, hegedűket, csellókat, Kárpáti Dódi volt olyan kedves, hogy szánkürtöt és trombitát is fölvett nekünk, orgonát is rögzítettünk, úgyhogy gyakorlatilag innen a citera már csak egy kis lépés. Így van, akkor a citera az már csak a hab a tortán. Így van. Viszont gondolom, akkor már készültök ti is a fesztiválokra, a nyárra, arra, hogy akkor itt a következő lendület. Hát igen, én úgy veszem észre, hogy lassan indul be az élet, ami meglepő, most már lehet menni restibe, kocsmába, és mégis elég szellősek a restik és a kocsmák. Úgyhogy valószínűleg a kulturális élet is lassabban fog beindulni, nem egyik csapásról a másikra. Amivel mi készülünk, az, hát én már klasszikusnak mondható, ez a Gombaszög nyári tábor, ahol a zenekarunk szervezőként is részt vesz, főleg a zenei bookinggal és a lebonyolítással foglalkozunk, de ugyanúgy ott vagyunk az infrastruktúrális megvalósításnál, tehát sátrakat építünk, meg ásunk, meg amit éppen kell. És a másik fesztiválunk az pedig ez a Formafest, ami idén augusztus 12 és 14 között lesz, ez egy ilyen kis underground minifesztivál a Dunaparton. Igyekszünk olyan minőségi, tartalommal bíró zenéket színpadra állítani, amik mondjuk egyébként a városunkban nem igazán tudnának megvalósulni ezek a koncertek, inkább a mainstream, inkább a könnyed szórakoztatás, ugye az, ami általában meghatározza a városok, falvaknak a programszervezését, úgyhogy nekünk viszont 15 éve magával a Jó Világvannal is az a célunk, hogy egy kicsit szembe menve az árral, nem az igényekhez igazítani a kínálatot, hanem megmutatni esetleg, hogy van igényesebb zene is, és ennek a befogadó készségét, ennek a közönségét igyekszünk így módon bővíteni. És akkor esetleg még arról mesélj nekünk, hogy most milyen dalt szeretnél, hogyha megmutatnánk a Pannon Rádió hallgatóinak a Jó Világ Van zenekartól természetesen. Hát ez is egy érdekes szituáció, ilyen még nem volt velünk. Ugye a koronavírus jó, pozitív oldala számunkra az volt, hogy nagyon sokat tudtunk lent lenni a próbateremben, és teljes erőbedobással készült a negyedik lemezünk anyaga, amit most az utóbbi hónapokban rögzítettünk is a Gila stúdióban.
És hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy most már csak az új dalainkat szeretnénk játszani. Rendesen furcsa visszatérni a régiekhez, viszont ezen a negyedik lemezen helyet kap a Nem elég szép, amit 2 éve hoztunk ki. Igaz, hogy újra lettek véve a gitárok, újra lett énekelve, és újra lesz keverve, de talán akkor hallgassuk meg ezt, mert ez a legfrissebb. Hát akkor Bokorékát hallottátok, az imént a Jó világban zenekar énekesnőit, frontemberét, és akkor hallgassuk is meg őket itt a Panna Rádióban. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget!